Köszöntöm Önöket! Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. A témánk párkapcsolat, lelki kapcsolat. Maradjanak velünk, rögtön kezdünk! Köszöntöm a stúdióban a vendégemet, Káplár Évát, pszichológus. Köszönöm, Éva, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. Évi, életünkbe bekövetkezett kellemetlen változások, mik ezek a lélekbe például? A párkapcsolat területén? Így van, mivel hát ez a fő témánk. Nagy változások a párkapcsolatban, hogy akkor kezdődnek, amikor valami gond van. Akkor mindnyájan kicsit kétségbe esünk, mi történjen, hogyan menjünk tovább, és legtöbbször elkezdődik ez, hogy te tehetsz róla, én tehetek róla, egy ilyen egymás hibáztatása. Hát igen, ez alapkérdés, hogy mutogatunk ilyenkor egymásra. Hogyan lehet ezt elkerülni? Mert szerintem, ugye itt a váróban beszélgettünk egy pár gondolatot, hasonló hangzott, hogy ezt el lehet kerülni, nem mennek tönkre a dolgok, csak valamit rosszul csinálunk, vagy rosszul állunk hozzá, rosszul képzeljük el. Mi az oka? Nem mennek tönkre a dolgok, de konfliktus nélkül nincsen párkapcsolat. Szóval konfliktus mindig lesz, nem a konfliktust kell kerülni, hanem megoldásokat kell találni. És ha egy kicsit arra figyelünk, hogy semmi sincs csak úgy, mindenek van egy oka, és az okokozatra elkezdünk odafigyelni, hogy én mit tettem, hogy a másik ezt reagálta, akkor talán megkapjuk a válaszainkat. És azt szoktam a saját klienseimnek javasolni, hogy ha azt várom, hogy a másik törődjön velem, és a lelkemmel is törődjön, akkor elkezdek az övével. Mondok erre példát, jó? Hogy mondjuk azt mondja a hölgy, hogy az ő férje nem figyel rá. Nem foglalkozik vele, pedig ő mindent szeretne elmondani. És hogy itt kezdődtek a bajok. És akkor elkezdünk ezen beszélgetni, és kiderül, hogy a hölgy úgy adja elő, hogy az ő férje sose figyel rá, vagyis a férje tényleg sose fog rá figyelni. Viszont, ha ő elkezd a férjére figyelni, és elkezdi észrevenni, hogy mit tesz érte, az apró figyelmességeket, hogy felfújt az autó kerekét, hogy megjavította a csöpögő csapot, és akkor értékeli, hogy jaj, de örülök. Onnantól kezdve a férj is elkezdi értékelni azt, hogy ő milyen finom vacsorát főzött. De hogy ebben kell tudatosság, ez nem egy magától, ugyanúgy, ahogy a munkájunkön se leszünk sikeresek, hogyha nem tesszük oda magunkat, a párkapcsolat se lesz sikeres, hogyha azt várjuk, hogy majd minden magától történik. Mert hogy abba a hibába szoktunk beleesni, hogy az elején se történt semmi magától. Ugye elhívtuk egymást randizni, fölöltöztünk szépen, megjelentünk, és a másik is eljött, oda tettük az időnket, a figyelmünket, teljesen belementünk a dologba, és a hétköznapokban meg azt várjuk, hogy hopp, ez majd megtörténik egyszer, csak nem. Ez akkor fog megtörténni, hogyha az időt rá fogjuk szánni. Szóval az a baj, hogy 3 év múlva, 2 év múlva már nem felöltözünk, hanem akár gatyába megyünk el, vagy alsónadrágba valahova a kedvesünkkel, és ez nem jó, ez nem tetszik. Lehet, vagy hogy el sem megyünk. Lehet, hogy itt a hiba, el sem megyünk. Itt hoppá, kezdődik. Ez még keményebb. El sem akkor megyünk. Ezt hogyan lehet védeni, vagy... Igen, hát az elhangzott az előbb, hogy oda kell figyelnünk egymásra, akkor másképp közelítem meg a dolgot. Mennyire fontos a párbeszéd, és az odafigyelés? A legfontosabb, hogy a figyelmünkkel megajándékozzuk magunkat és a másikat. Igen, de vannak olyan kapcsolatok, én jól magam is sajnos a rendelőben tapasztalom, hogy nem tudnak kommunikálni, nem tudnak beszélni. Mit lehetnék javasolni, vagy hol rontják ők el ezt az egész dolgot? Elbeszélnek egymás mellett. Aha. Mindenki más szeretne. És akkor kicsit visszakarnyarodok az előzőhöz, hogy a férfi szeretné, hogy elismerjék, a nő meg szeretné, hogy megérintsék. És mindegyik azt mondja, hogy te nem figyelsz rám, vagy te mindig hibáztatsz engem, és nem azt mondja, hogy figyelj, egy hete hozzám sem értél. Miért nem érintesz meg? Érints meg, kérlek. Vagy oda megy, megsimogatja, és várja ezt viszont, mert vissza fogja kapni. De hogy ehelyett mindig kitalálnak az emberek valamit, ami a probléma, hogy ma nem volt finom a kaja, és ez a bajom. Közben nem ez a bajom. Az a bajom, hogy nem beszélgettél velem.
Igen, a múlt héten is a riportalanyommal, amiről beszélgettünk, ott is kiderült, hogy minden nagyon egyszerű. Most megint azt érzem, hogy te is azt mondtad, hogy hát minden roppant egyszerű, magától adódik. Miért megyünk el mellette? Miért beszélünk el egymás mellett? Miért nem halljuk meg, hogy mit mond a másik? Jól értem a szavaidat? Igen, mert nincsen időnk. Dolgozunk, gyerekünk van, mindenki rohan össze-vissza, és az, hogy van a másik, ez olyan természetessé válik egy idő után, mint hogy amikor gyerek voltam, az anyukám minden nap adott nekem enni. És amikor elmegyek a barátomhoz, és ő megvendégel egy nagyon finom vacsorával, nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok, milyen finomat főztél. És akkor vajon megköszöntem az anyukámnak minden nap, hogy milyen finomat főzött. És ugyanezen a párkapcsolatban, ahol ott van a másik minden nap, hazahozza, a férfi elment vadászni, hazahozza a pénzt, a nő megfőzte a finom vacsorát, ellátta a gyerekeket, és ez annyira természetes. Pedig nem az. És erre akkor szoktunk rájönni, amikor már elválunk. Jobbik esetben, amikor elmennek az emberek terápiába, és menet közben rájönnek, hogy hó, tényleg. Meg a tulajdonságaink, ami még nagyon fontos, hogy ez az elfogadás, hogy én ilyen vagyok, te olyan vagy. És amit az elején, ez az általános tapasztalatom egyébként a terápiában, az elején nagyon értékeltünk a férjünkbe, feleségünkbe, azt hibának kezdjük ellátni. És a legjobb példa arra, hogy van egy férfi, aki nagyon szeret a társaság középpontjában lenni, nagyon szereti a nőket, mindenkit megdicsérő, mindenhol ott van, majd megházasodik, ugye a nő megcsípte a főnyereményt, jaj, de jó, itt az én férjem, majd minden nőnek elmondja, hogy milyen szép, milyen ilyen, olyan, mindig ott nyüzsög, és akkor mit hoz a nő a terápiába, hogy az én férjem minden nőnek udvarolgat, hogy ő állandóan nyüzsög, de hát az elején pont ezt tetszett benne. Csak elveszítettük ezt a fókuszt. Szerintem látod az arcomon, hogy mosolygok. Van nekem ebből a tapasztalatom, hogy elválni egyszer-kétszer. Igen, ahogy így most szembesítesz a dolgokkal, azt kell mondjam, hogy hát szerintem most így akármennyire is furcsa hangzik, igazad lehet, de mindig az utolsó pillanatban is egy kész szúrást kaptam. És utána azt mondtam, hogy jó, leteszem a kardot, nem érdekel, te menj arra, én meg arra, és kész. És valóban azt tapasztaltam egy-két alkalommal, nem sokra figyeltem oda, hogy igen, megbánta. De most azt, hogy mennyire volt rossz, vagy nem rossz, hát persze minden válás rossz egy darabig. Aztán az ember rájön, hogy jó, nem kell már sajnálatos magadat, lépjél tovább, megy az élet tovább, és akkor ha jött valaki, ha nem jött, akkor azért csak zajlott az élet. De valóban csak utána döbbenünk rá. Ez a hiányérzet? Elvesztettem? A válásnál? Igen. Tehát ebből adódik az, hogy rájön, hogy hoppá, most akkor nincs tovább, és akkor most ebből jön a pánik, ebből jön az, hogy most egyedül vagyok. Mit csinálunk rosszul abban, hogy ez bekövetkezik? Ez azért teljesen egyedi, hogy mit csinálunk rosszul. De igen. Van egy ilyen általános forgatókönyv szerintem, hogy mindig ugyanazt csináljuk rosszul. Amikor elkezdünk több kapcsolatot végigvinni az életünkbe, többször elválni, vagy esetleg meg se házasodunk, hanem mondjuk 3 évente ugyanez ismétlődik velünk, akkor azért ez kezd gyanús lenni, hogy lehet, hogy én vagyok a hibás. Erre is tudok neked példát mondani, hogy elkezdődik egy párkapcsolat, az első évben nagyon jó, aztán jön a laposabb, és a végén már ez a bírjuk ki valahogy, aztán elválnak, és a következő párkapcsolatban ugyanez, és mindig ugyanez a forgatókönyv megy, és mindig ugyanazt, amit ott hagytam, és nem oldottam meg, az mindig a következőben vissza fog köszönni, mert én nem tudom megoldani. Szóval, hogy a párkapcsolat 50%-a rólam szól. Mennyire játszik szerepet férfiaknál az anya-gyerek kapcsolat? Hát ugyanolyan fontos az anya-gyerek kapcsolat a férfiaknál, mint a nőknél, nem csak az anya-gyerek, hanem az apa-gyerek kapcsolat, mert ezen hozott mintánk. De azért nem kell erre mindent ráhúzni. Szóval, hogy vannak olyan... Nem akarok, csak most a fejembe egy gondolat megszületett, és mondom, hát ha kitől, akkor pont tőle, pszichológustól ez aktuális kérdés, hogy mennyire érinti az életünk során a cselekedeteinket, hogy viselkedünk, vagy keressük-e ugyanazt a mintát, amit ugye az anyába látunk, vagy az apába látunk. Keressük.
folyamatosan keressük, de tudunk rajta változtatni. Hogyha valaki úgy indul neki, hogy neki volt egy nagyon rossz anya-gyerek kapcsolata, azt meg tudja tanulni a többi kapcsolatán majd, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, csak sokkal nehezebb. Szóval, hogyha van egy jó anya-gyerek kapcsolat, van egy jó mintám, ezt be tudom építeni a párkapcsolatomba. Mert azért másoljuk a szüleinket, és nagyon-nagyon sok statisztikai tény bizonyítja azt, hogy a szülők gyereke ugyanúgy próbál elválni, vagy annyira ragaszkodik ahhoz a részhez, hogy semmiképp se válok el, hogy egy rossz párkapcsolatban is benne marad. Szóval, hogy ezzel vagy nagyon követjük a szüleinket, vagy megpróbáljuk megvalósítani az ellenkezőjét. És akkor vagyunk a helyünkön, és a saját párkapcsolatunkban, amikor már egyiket se csináljuk. Egy kicsit legyen durvább a példa. Mi van az árva gyerekekkel? Felnőnek, kapcsolatuk lesz. Milyen tapasztalatod van, vagy egyáltalán mit tudunk róla? Ott más, nincs minta. Ott semmi minta nincs. Nincs minta. De azért lehet olyan... a nevelő. De hát, ilyen minták vannak, hogy a nevelő. Mert a gyerekek mindig választanak maguknak egy mintát, és hogyha nem kiskorúba, akkor kamaszkorúba. És azt fogják másolni. És az árva gyerekeknél is nagyon gyakori az, hogy az ellenkezőjét valósítja meg, hogy akkor neki sok gyereke lesz, és nagy családja lesz, meg tudja tanulni a kortársaitól kamaszkorba, nehezebb. Mert ha nem tanulja meg kamaszkorába, akkor még tovább megyek, akkor majd a párkapcsolatai folyamatában meg fogja tanulni, mire elérkezik a midlife krízishez. És akkor 40 éves korában általában már mindenki megszokta kapni azt, hogy akkor most dönts el, hogy melyik az ő párkapcsolata, és melyik nem. A gyerekkori szerelem mennyire befolyásolja az emberek életét? Az első szerelem. Az... Igen, erre gondolok. Szerintem nagyon. Egy minta arra, hogy hogy kell ezt csinálni a szülőkön túl, és hogyha ez jól sikerül, akkor ugye van egy jó tapasztalatom, megnövekszik az önbizalma, megyek tovább, ha rosszul sikerül, és ez fiúknál szokott a legnagyobb gondot okozni, akkor önbizalom hiány van, merek-e, vagyok-e elég jó, kellek-e én, és akkor a következő párkapcsolatokban próbálják ezt bizonyítani, és akkor ez két végletbe szokott menni, hogy vagy a Casanova típus lesz belőle, és akkor mindenkit meghódít, vagy a másik, aki nem meri megszólítani a nőt. Kell-e keresni jó mintát? Lehet keresni, de meg is valósíthatom. Na, én erre lennék kíváncsi. Hogyan lehet egy jó mintát megvalósítani? Tehát félredobok minden mintát, amit tapasztaltam az életem során. Az az út rossz, az is út. A harmadik úton megyek, és ezt meg akarom valósítani. Mennyire működhet ez jól? Hát így tudatosan, az nagyon-nagyon ismeret kell, hogy az ember ezt így átlássa, mert az, hogy mi van a tudattalanomba, ezt azért nem látom ilyen biztosan, hogy most én azt a mintát hoztam otthonról, hogy például az anyám nagyon féltett, és én is nagyon féltem a páromat, meg féltem a gyerekeimet, és akkor azt mondom, hogy holnaptól nem fogom félteni, de fogom. Szóval, hogyha ezt fel tudom dolgozni, hogy az anyám engem miért féltett, szóval, hogy eljön a megértés, és utána tudok ezen változtatni, akkor az már lehetséges. De az, hogy én most eldobok mindent, hát azt nem. Oké. Mi a leggyakoribb dolog, amivel a párkapcsolatok megkeresnek téged, hogy hát segíts rajtuk, vagy old meg a problémájukat? Ugye nem te fogod megoldani, ők fogják megoldani, ezt ők még nem tudják, de majd rájönnek. Mi az a témakör, amivel keresnek? Hát a legáltalánosabb az a megcsalás. És való igaz, hogy úgy keresnek meg, vagy akkor ezt így oldjam meg. Az első alkalom szokott nagyon döbbenetes lenni, amikor elmondom, hogy semmit sem fogok megoldani. És ők fogják megoldani, és én majd segítek. Ez mindig szokott valamilyen reakciót váltani, vagy nem értik, vagy nagy felismerés, hogy most akkor tennem kell valamit. Akkor utána, amikor kifejtjük azt, hogy a megcsalás tulajdonképpen mind a kettőjükből ered, akkor egy újabb döbbenet következik, vagy van valami ellenállás is annak a félnek a részéről, aki úgymond az áldozat, és akkor ezt kezdjük el így kivesézni, hogy hogy is jutottak ők el idáig, mert a megcsalás az már csak egy következmény. Egy kicsit beszéljük ki, ha ki lehet név nélkül természetesen ezt az esetet, hogy ugye
elmondtad, hogy döbbened, de hát mi történik? Vagy mit csinálnak ilyenkor a párok? Vagy van esetleg házi feladat otthon? Vagy mire figyeljenek oda? Vagy... Szóval gondolom, hogy egy utat mutatsz, menjetek arra. Igen, lehetőségeket mutatok. Mondok akkor név nélkül konkrét példát, jó? Hogy eljön a pár, a férj rendszeresen félrelép, senki se tudja, hogy miért. A nőben olyan indulatok vannak, hogy az első terápián annyira kiabált, hogy zengett az egész rendelő, és én is úgy éreztem, hogy az arcomba hajolt, hogy lobog a hajam, és teljesen magán kívül volt. És akkor beszélgettünk erről a témáról, a hölgy csak kiabált, mindenki várta, hogy ennek egyszer csak vége legyen, és a férje egy idő után teljesen magától kimondta, hogy hát látja? Igen. Nem nagyon volt lehetősége, mert nem jutott el a feleségéig. A felesége annyira messze volt, hogy nem is tudta megtalálni. És erre van egy nagyon jó, ezt pont nemrég hallottam egy indiai bölcsnek a mondását, hogy az emberek azért kiabálnak egymással, mert annyira messze vannak egymástól, hogy így próbálják meghallatni magukat. Ez nagyon megtetszett, mert ugye ez a terápiaimban elég jellemző. És utána, amikor a hölgy le tudott csendesedni, mert ilyenkor felnagyítom azt, amit a férj halkan a sarokba suttog, akkor tudunk róla beszélni. De ez mindig ez a rész, amikor már tudunk róla beszélni, ez a hosszú. Hosszú út vezet ideig. Nem mindig. Egyébként pont azoknál a pároknál, ahol mindenki megérte az ilyen megcsalósdinak mind a három verzióját, azokkal elég könnyen lehet haladni, mert értik, hogy miről van szó, mert mind a három verziót megtapasztalták, ezáltal tudják, hogy valamiért oda kerültek. Nem csak megcsalták őket, de valamit ők is tettek érte, hogy ez így legyen. És először nagyon haragszanak rám ezért. Aztán ez a harag megértésre szokott. Ez a megcsalás szó, ez valójában létezik? Maga ugyanis, a szó létezik. Jó, igen, de stimmel, rossz a kérdés. Ugye valamelyik félrelép. Hát annak ugye tudjuk, van oka. Igen. Na de azt is tudom, hogy mindenkinek rettentő rosszul esik. Ezt így köföl fogni, hogy most fú, egy tragédia történt. Tehát most itt a lélekre appellálok, mert a lélek mindig így fogja fel. Ez a szerelemféltés, ugye? Elveszítettem, elvesztem, stb. De biztos, hogy elveszítjük? Nem biztos. De az az én tapasztalatom, hogy ha a nő lép félre, akkor a férfi az, aki ezt nem nagyon tudja megbocsátani, és a nők sokkal könnyebben megbocsátják. És ha ismerjük azt, hogy dinamikailag a nő és a férfi között mi a különbség, akkor ezt lehet érteni. Szóval, hogy a férfi, ez megszerez egy nőt, birtokolja, ez az övé. Ha a nő megcsalta, ez nem egy bocsánatos bűn. Míg a nő a biztonságra törekszik, neveli a gyerekeket, kell a vadász, aki majd hazahozza a zsákmányt, ezért ő sokkal könnyebben megbocsát. Igen, én úgy gondolom, hogy akkor jó egy párkapcsolat, hogyha se a férfi, se a nő nem birtoklom a másikat. Megadom a teljes szabadságát. Igen, csak ahhoz ismernem kell azt, hogy mi ez a szabadság. Mostanában elég sokat gondolkozgatok ezen a szón, ezen a szabadságon, mert régebben mindig ezt mondtam én is, hogy adjuk meg egymásnak a szabadságot, milyen jó. Aztán rá kellett jönnöm, hogy aki gyerekkorában nem tanulta meg, hogy mi ez a szabadság, mert ugye gyerekkorunk a szabadság ideje, akkor tanuljuk meg, hogy egyáltalán milyen érzés szabadnak lenni. És ha ezt nem tettük, akkor az életünk átalevő részében ezt fogjuk keresni, hogy nagyon szabadok legyünk. Szóval, hogy az, aki nem tudja, hogy mi a szabadság, adok neki egy szabadságot. Tud vele mit kezdeni? Hát döbbenet, amit mondasz, erre én úgy nem gondoltam. Mert hogy néha-néha az ilyen számból is kicsúszott ez a szó, hogy hát mi lenne, hogyha szabadon engedni, és akkor biztos, hogy nem teszi meg, vagy visszajön, és akkor elmehetek, akkor el sem megyek, minek menjek el. Egyébként nagyon jó az elmélet, mert aki tudja, hogy mi a szabadság, azt ezt meg tudja élni. De akinek egész gyerekkorában megmondták, hogy mit szabad gondolni, mivel szabad játszani, és egyáltalán ott ülsz a helyeden, fiam, az iskolában, és azt csinálod, amit a tanárok mondanak,
innentől kezdve akkor tudom, hogy mi a szabadság. Mert szerintem nem. De ezeket én filozofálgatom magamnak. Hát nem tudom, mert akkor én azt kell mondjam, hogy én vagy nagyon rossz gyerek voltam, vagy nem tudtak leültetni a sarokba. Én soha nem fogadtam el, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Ezért volt egy pár intőm, egy pár büntetésem otthon, de én mindig azt csináltam, amit én akartam. Sőt, fiatal koromban is, mikor már dolgoztam, nem nagyon fogadtam el a főnökeim mondását, és akkor elmagyaráztam, hogy miért nem. Na, akkor a prémiumom ugrott, mondtam, hogy jó, oké, nem érdekel ez engem, majd másodállásban keresek pénzt. De akkor ez a szabadság, hogy én azt fogadom el, amit én gondolok, vagy azt teszek, amit én gondolok, vagy a szabadság teljesen más. Rossz úton vagyok. Jó úton vagy, és gyerekkorban ez nagyon jó, és hogyha ezt megélted a gyerekkorodban, akkor ma már ebben nincs gondod. Akkor tudod, hogy a párkapcsolatban, ha szabadon engeded a másikat, akkor ő nem fog sehova menni, mert ő magától, szabad akaratából van veled. De ha te ezt még nem élted volna meg gyerekkorodban, akkor nem tudod, hogy most akkor, ha őt elengedem, akkor ő tényleg el fog menni? Vagy itt marad velem? Hát igen, megint a félelem. Tehát, hogyha az emberek a félelmüket el tudnak engedni, én sokszor megkérdezem azt, hogy elkezdem tőled, félsz a haláltól? Nem. Nem volt határozott, de jó a válasz. Igen. Nem szabad félni. Hát ugye mondjuk azt egy kicsikét viccesen, hogy picit más, mint a pubertáns, kész. Mert igen. Hát a lélek nem hal meg, ha ebből indulunk, és ezt el tudjuk fogadni, akkor nem kell félni tőle. Ha nem félek tőle, akkor nagyon-nagyon sok rendellenességet, és direkt nem a betegség szót mondom a testünkbe, önmagunktól le tudunk küzdeni, mert nem jön elő. Teljesen igazad van, de ha én most azt mondom neked, hogy küzd le a félelmedet, nem fogod tudni. Mert hogy egy érzés az ott van bennünk, és egyetlen dolgunk van az érzéseinkkel, hogy megéljük őket. Jó, és érezzük akkor, azt, akkor, hogy most haragszom, akkor haragszom. Igen, ezt el kell fogadjam, hogy nem lehet sok esetben leküzdeni, de nem is kell leküzdeni, akkor azt mondom, hogy oké, megvan a szituáció, megtörtént a bántás, megtörtént, tehát dobd magad mögé, az kész. Hát ugye, hát ha arról beszélünk, hogy köszöntünk a stúdióban egymást, neked már múlt. Hát ez a jelen, hogy most itt vagyunk, és én beszélek, te nagyon szépen nézel rám, és mosolyog. A többi már nem érdekes, ez már megint a múlt, mert elmúlt. Tehát mindig azt a pillanatot kéne, a jelen pillanatot megélni, én úgy gondolom, nem biztos, hogy igazam van, ami következik, vagy ami abban a pillanatban van. És ha ott jelen vagyok, akkor szerintem oké, mindent tudok teljesíteni. Oké, ha jelen vagyok, és oké, ha szeretetet érzek. Mert ha szeretek, akkor nem jön be a félelem, akkor nem jön be a harag, akkor nem jön be semmi. És akkor szóval én részemről, és ezt a klienseimnek is ezt szoktam tanácsolni, hogy törekszem arra, hogy szeretetbe legyünk. Szóval tőlem tulajdonképpen a terápiában ezt a szeretetteljes légkört kapják meg. Ott vannak a konfliktusaik, elhoznak magukkal mindent, ami otthon van, de egy szeretetteljes légkörbe együtt... Lehet, hogy ott is tudják hagyni a végén, ha jól sikerül minden. Igen. Mert ugye ez a szeretetteljes légkör, ami szerintem a legeslegtöbb, amit tudunk adni, az felszabadítja az alól, a fájdalom alól, vagy probléma alól, amivel odajöttek. Jé, már nekem nem is kell, szia, és ott hagyja. Igen, ott tudja hagyni, egyébként abban az esetben is ott tudja hagyni, mert ugye a párterápiáról azért ezt tudni kell, hogy nem mindig happy end-del végződik, valamikor az a vége, hogy elválnak. De nem mindegy, hogy válnak el. Mert ha mindent meg tudtunk beszélni, mindent be tudtunk tenni a helyére, akkor mindenki mehet a maga útjára, és megmaradhat ez a szeretet, hogy vége van, de azért szeretettel tudok rád nézni. Hát igen. Egy nagyon rövid válasz kérek. A szeretet és a bocsáss meg miért nagyon nehéz szó? Röviden. Hát elvileg nagyon nehéz szó, de ez nekünk nehéz, mert valahogy a mi társadalmunkban ez nem egy általános dolog, hogy én oda megyek hozzád, és azt mondom, bocsánat. Vagy azt mondom, hogy bejövök itt a stúdióba, megölelek, és azt mondom, nagyon szeretlek, mint ember. Tehát mindenki meglepődne, hogy... Pedig teljesen normális, pedig teljesen amit mondasz, normális. Én ezzel egyetértek maximálisan. És hogy erre mindnyájunknak szüksége van. És legalább, ha a párkapcsolatunkban, meg a családunkban ezt meg tudnánk tenni, akkor mindjárt jobban indulnánk így a hétköznapokban, az egész rohanó társadalomban, hogyha ezt meg tudnánk egymásnak adni. Ez a végszó, hogy megadni. Éva, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Remélem, még tudjuk folytatni. Én is köszönöm szépen.
Kedves nézőink, önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták. Egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a kollégáim nevébe. Viszontlátásra!